Jó. Na hát egy biztos. Ezt a mai napot, illetve az elmúlt éjszakát egy jó darabig nem fogom elfelejteni. Ugyanis Hörbi okozott nekem egy álmatlan éjszakát, ami nem az ő hibája, hanem az enyém, mert ugye ilyen csapágyas az agyam. Tudnélik, amikor az ember depressziós, akkor lelkesedni se szabad túlságosan, mert a lelkesedés képes annyira elragadni az embert, hogy aztán utána ilyenekbe torkolik, hogy egész éjszaka más nem járt a fejemben, csak az a kurva kamera. Na most elmondom, hogy mi történt. Ugye látta Hörbi tegnap este a videómat, amiben itt szenvedtem ezekkel a kábelekkel, meg minden, hosszabbítókkal. Meg ugye elejtettem benne, hogy úgy tervezem, hogy tavaszra veszek egy GoPro-t magammal, hogy mobilis legyek, ki tudjak én is mozdulni, meg mit tudom én. Na, tehát jobban tudjak akár lakásba is közlekedni vele, hogyha mit tudom én, akár a szobába csinálok videót, ha leteszem az asztalra, hogy több látszom, vagy valami. Vagy ha kimegyek éppen a konyhába. És erre ő kitalálta, hogy csinál egy nyereményjátékot, ami arról szól, hogy 15 vállalkozó kedvű ember, aki akar, dobjon be 5-5 ezer forintot az én PayPal-omra, még össze nem gyűlik egy GoPro Hero 3 White Edition-nek az ára, ami megvehetem én a GoPro-t, és akkor ő felajánl ennek a 15 embernek bizonyos nyereményeket. Na most ugye, szóval ez egy nagy ajándék, tehát én pedig alapvetően ugye nem szoktam nagy ajándékokat elfogadni, meg nem is igen jellemző, hogy engem ilyen nagy ajándékokkal bombáznának. De azért nagy ajándék, mert ugye én megszoktam, hogy az életbe, ami nekem van, mindenem van, hogy én azt a két kezem munkájával keresem meg. Hát mondom, lesz, ahogy lesz. De hát miért ne fogadhatnám el, hogyha én megkérdeztem ott a Facebook oldalon, hogy gyerekek, érek én ennyit? Megérdemlem én ezt? És akkor többen is megerősítették, hogy igen. Hogy igény van rám, mert az én stílusom az olyan megnyugtató, meg mit tudom én, tehát hogy szokták ezt mondani? Hát, hogy egy olyan űrt tölt be, ugye? Tehát, hogy én nem olyan videókat csinálok, amit mások, és az egy létező űrt tölt be, tehát kell egy ilyen videós is, mint én, akinek a szavaira relaxálni lehet, vagy akár csak, mit tudom én, tanulnak olyan dolgokat, például az én hibáimból tanulnak egyesek olyan dolgokat, amit ők már nem fognak elkövetni a jövőben, és ezért úgy gondolják, hogy igenis nekem helyen van a YouTube-on, és jó szándékú emberek, és nekiálltak összekalapolni ezt a pénzt, és most nem tudom, hogy a felajánlott nyeremények hatására-e, vagy annak a hatására, hogy ennyire szeretnek, éjszaka megindultak az e-mailek. Ugye Hörbi már régen aludt, lefeküdt aludni olyan 10 óra körül, és akkor nekem meg megindultak az e-mailek, hallom csipog a telefon, ugye én az e-mailes értesítő nézem, a Gmailbe jönnek az adományok. A GoPro-ra. És hát mikor én lefeküdtem aludni, olyan
egy óra körül, akkor már öten-hatan kifizették. Tehát már akkor 5-6 adomány megérkezett. És az annyira, tehát hogy mondjam, hát fejezaklata, tehát így éjszakára nagyon jó, tehát éjszakára már inkább relaxálni kell, meg nyugizni, mire fog az ember eladni, vagy elaludni, nem pedig izgulni. Na, egész éjszaka az a kurva kamera járt a fejembe. Komolyan mondom, azzal álmodtam. Pedig nem számoltam vele, hogy nekem még, mit tudom én, tavaszig meg lesz egy ilyenem. Nem mondom, majd lesz, amikor lesz rá pénz, akkor majd megveszem, az kész. De ugye most, hogy elérhető közelségbe ér, és most az olyan hirtelen szakadt rám, hogy ez most engem nagyon úgymond fejezaklatott. Akkor is fejezaklat, hogyha egyébként jól esik. Ez is ugye a depressziónak az egyik velejárója, hát ugye a tegnap esti videóban látszott az egyik fele az állapotnak, hogy az ember nagyon ki tud borulni, megoldani nem tudok, hát megoldani nem, jaj, hogy mondjam, már keresgélem a szavakat. Kiborul olyan helyzeteken, amit nem tud megoldani. Káromkodik, szentségel, kurvanyázik, istene. Ez az egyik arca a depressziónak. A másik arca pedig az, hogy olyan határtalanul lelkesedik, hogy az akár az izgalomba is képes belebetegedni. Mert én olyan vagyok, tehát azt néhány régebbi videómban már elmondtam, hogy nekem már azért túlságosan lelkesedni se szabad. Egyszerűen megindul a gyomornedvelválasztás, egyszerűen megindulnak itt a gyomorba ezek a emésztő cuccok, és akkor én rögtön beteg vagyok, begyullad a gyomrom, begyullad a belem, görcsbe állok, kapkodnom kell befele a görcsoldót, meg a fájdalomcsillapítót. Úgyhogy ezért szoktam mondani, hogy túlságosan azért lelkesen se szabad venni a figurát, mert nekem ugye az is árt. Na és akkor, hát felkeltem, mikor olyan 6 óra körül, és akkor már ugye, az volt a fejembe végig, hát olyan fél álomba aludtam egész éjszaka, és hát akkor már nem bírtam megállni, hogy bene kapcsoljam a gépet, bele ne nézzek az e-mailekbe, megint jött vagy két donation. Az alatt még én aludtam. Hát aztán forgalódtam egészen nem sokkal ezelőttig, fél délig. Aztán senki támadta, ezért nézem, hogy küldenének még mindig, már 8-an elküldték a pénzt. Ráadásul volt olyan, aki a dupláját is elküldte az összegnek. Úgyhogy ha ilyen tempóban folytatódik ez a nyereményjáték, akkor szerintem a hétvégén meg lesz ez az összeg. És meg lesz a 15 ember. És én még ez annyit szerettem volna hozzátenni, hogy kérdezték már ketten kérdezték, hogy lehet-e PayPalon kívül esetleg bankszámlára is utalni az összeget, hogy részt vehet-e akkor a nyereményjátékba. És én azt válaszoltam az első kérdezőnek, hogy lehet, én bele fogom őt tenni a kalapba, mivel, hogy mondom, ennek a nyereményjátéknak a szabályait nem én hozom. Ezért inkább Hörbitől kéne megkérdezni, hogy mik az, hogy csak PayPal-ra lehet, vagy lehet dobni pénzt OTP-re is. Én úgy gondoltam, hogy szerintem a pénz az pénz, tök mindegy, hogy mire érkezik, csak az a baj vele, ugye, hogy a PayPal a sokkal gyorsabb, sokkal praktikusabb. Tehát én lehet, hogy megelőlegezem neki a bizalmat, és azt mondom, hogy igen, be fogsz kerülni a kalapba, de hogyha itten két nap alatt, szombat-vasárnap összegyűlik a 15 ember, és ő csak hétfőn tud utalni, mert a bankok hétvégén nem intéznek átutalást, és ugye ez péntek este indult el,
mi van? Most szombat van, igen. Tehát az péntek este indult, de pont abban az időszakban, amikor bankok nem utalnak. Tehát aki részt akarna venni a nyereményjátékba, az most nagyon úgy néz ki, hogy ne bankon keresztül küldjön pénzt, mert akkor nem fog beleférni ebbe a 15-be, hogyha ha már ma reggelre, ma délelőtre megvan a fele. Aztán persze az is lehet, hogy most meglett a fele hirtelen az éjszaka, másik fele meg egy hónap múlva fog összecsörögni, nem tudom, nem látok a jövőbe. De most nagyon úgy néz ki, hogy most a PayPal lehagyta a bankokat. Tehát én ezt így nem tudom garantálni, hogy akkor is bekerül a 15-be, hogyha OTP-n keresztül küldi az átutalást. Legfeljebb, ha úgy gondolja valaki, hogy elküldte a pénzt, és hiába küldte, mert nem kerülhetett be a nyereményjátékba, és csak azért akart küldeni, hogy részt vehessen benne, akkor annak én vissza fogom utalni azt az összeget, ír nekem, hogy részt szeretett volna venni a nyereményjátékba, és csak azért küldtem, hogy részt vehessen benne, de hogyha már kiesett a kalapból, akkor legyek szíves, és akkor én annak vissza fogom küldeni azt az összeget. Szerintem ez így korrekt. Tehát, de csak azért mondtam el, mert ezeket a játékszabályokat nem én hoztam, nem én találtam ki, nem az én ötletem volt, nem az enyémek a nyeremények, tehát, illetve a felajánlott dolgok, úgyhogy ezt így tudom mondani. De mindenkinek nagyon szépen köszönöm, megköszönném akár. Igaz, nem szokásom, mert neveket nem szoktam bemondani a videóba, nem szoktam leveleket se felolvasni a videóba, és sokan szeretnének inkognitóba maradni, annak ellenére, hogy adományoznak, ezért most sem mondok neveket, hanem most megkérdezem azt, hogy, illetve megkérem azt, hogy aki hozzájárul ahhoz, hogy a nevét megemlítsem a videóba, és személyesen név szerint köszönjem meg, az megírhatja nekem egy mailbe, hogy az én nevemet megemlítheted, aki meg nem szeretne, az írja meg, az én nevemet hagyd ki. Jó. Vagy azt mondja, hogy nem bánom, hogyha a nick nevemet megemlíted, de a polgári nevemet ne említs meg. Oké. Okay. Kész. A hozzám érkezett neveket, címeket, adatokat természetesen én bizalmasan kezelem. A nevek lesznek átadva Hörbinek, illetve az internetes elérhetőségek. Volt, aki a PayPal megjegyzésbe belinkelte a YouTube csatornájának a linkjét, és azt is el fogom küldeni. Szóval nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki hozzájárul ehhez a dologhoz. Nagyon jól esik, és ha minden jól megy, akkor lehet nem sokára már GoPro-val jelentkezek, és akkor nagy látószöggel be lehet majd látni az olyan sarkokat és a lakásba, amit eddig nem szívesen mutogattam. Na majd ott lekapcsolom a villanyt, ami nem olyan szép. És akkor én majd elkezdem gyűjtögetni a pénzt arra, hogy kitatározzam a lakást. Most már akkor, mert muszáj lesz, mert a GoPro mindenhova be fog látni. Na, sziasztok!